A Felső Tisza vidéke turisztikai szempontból Szabolcs-Szatmár-Bereg megye frekventált területe. Az itteni vállalkozók azt mondták, nem volt jelentős idén a koronavírus miatti bevétel kiesés. Ehhez hozzájárult az az állami támogatás is, amelyre szálláshelyen rendelkezők pályázhattak. A gazdaság azonban összességében megcsínylette a koronavírust a térségben is. A Börvin ruhagyár például már korábban fontolgatta a bezárást, ezt most meg is tette. Az elmaradt béreket pedig állami segítséggel rendezték. A választókerületben 84 önkormányzat pályázott és kapott tűzifa támogatást több mint 320 millió forint értékben. A Magyar Falu programban a koronavírus ellenére is nagyon sok pályázat nyert a választókerületből. Egy közel 2 milliárd forintos támogatást lehet elosztani, vagy annyit nyert a választókerület, a térség, a Felső-Szabolcs, Bereg és Szatmár, a önkormányzatok és civil szervezetek. Nagy hangsúlyt kaptak az oktatási intézmények fejlesztése is. A Vásáros-Naményi gimnáziumban energetikai beruházás valósult meg. A fenntartó segítségével a Magyar Falu program forrásaiból a Tuzséri és az Ilki iskola is megújulhatott részlegesen, Eperjesként pedig új tornaterem épült. A terület és település fejlesztési operatív program pályázatainak lezárása jelenleg is zajlik. Ezek főleg energetikai fejlesztések, de sok település így oldotta meg a csapadékvízelvezetést, amely kiemelt fontosságú az ilyen földrajzi adottságokkal rendelkező térségben. Ebből a támogatásból a Magyar Falu programmal ellentétben a városok sem voltak kizárva, így az 5000 főnél nagyobb települések is korszerűsíthették az elvezető rendszerüket. Más turisztikai fejlesztés célú topos beruházások pedig még most is folyamatban vannak. Ez egy közel másfél milliárdos nagyságrendű program, amiben látogatóhelybővítés és templomok felújítása is lesz, de nem szabad elfelejtkezni arról sem, ami már megvalósult, vagy meg fog valósulni, ez pedig a aktív turizmusért felelős kormánybiztos Ivis Márius javaslatára különböző túraszövetségek kaptak támogatást, így a vízisport, a lovas turisztika, és a lovas turisztikából például befejeződött a lovas turisztikai megállóhelyek építése. Itt Tivadaron csináltak egy mobil turisztikai beállóhelyet Jándon és Fehérgyarmaton, valamint Vámosatyán. Hiszen a Felső-Tisza vidéke alkalmas lovas túrázásra, és Magyarországon még nincsenek olyan szigorú erre vonatkozó szabályok, mint Európában. A tervek szerint jövőre szabad strandot alakítanak ki Tuzséron, közel 30 millió forintból, és ugyanennyi támogatást kap erre a célra Gergely Ugornya is.